Azt hiszem, sokan akarták már megfejteni, hogy vajon milyen az ideális krém, hogy bio legyen, vagy pedig erősebb anyagokból legyen, ez ránctalanít, vagy asszárítja a bőrt. Milyen az ideális készítmény, milyen az ideális krém? Ilyen, hogy ideális krém, ilyen nem létezik, mert mindenkinek más a bőre, így a bőrünkhöz kell alkalmazkodni és kiválasztani a legjobb krémet. Akármilyen hidratáló krém, plusz rendszeres tisztítás, masszázs, fél siker. Én a bőrtápláló krémeknek a híve vagyok, természetes anyagokból, növényi olajokból, vitaminok, antioxidánsok, és az, ami a bőrnek kell, és nem tudja a szervezet pótolni, így a víz, a vitaminok, a kollagén és a hialuronsav. Ezek a legfontosabb alkotó részek. Azt nyugodtan elárulhatjuk, hogy a doktornő a kémiai tudományok doktora, és hogy éveket töltött el az Egyesült Királyságban azzal, hogy az ideális krémet megtalálja, vagy hogy olyan komponenseket, együttállásokat felfedezzen, ami valóban hatékony. Nagyon sok modellt kifejlesztettem a tulajdonságok alapján, poláris anyagok, peptidek, hialuronsav maga, nem szívódik a bőrön keresztül föl. Biomimetikus micellákba ágyazom ezeket az anyagokat, mint egy utánozom a természetet, ahogy föl tudja szívni ezeket az anyagokat ugye a bérrendszerből, ezt próbáltam utánozni a bőrön keresztül is, hogy onnan is felszívódjanak ezek az anyagok, és közvetlenül ott hassanak, ahol kell, ahol a legnagyobb szükség van rájuk. Vannak olyan alkotóanyagok, amik nem szívódnak fel, ilyen viaszok, amik arra szolgálnak, hogy miután a hatóanyag felszívódott, védjék a bőrréteget, de ez nem szilikon, hanem természetes, amit évezredek óta ugye a Kleopátra meg használták ezeket a növényi olajokat, vajakat, mint a seavaj, mondják ezt, a kakaóvaj. Vannak kollagén, meg hialuronsav italok. Az emésztőrendszerből ezt fel tud szívódni, vagy nem? Fel tud szívódni, és meg kell, hogy mondjam, hogy én szedem is belsőleg is ezeket az anyagokat, tehát ezek nagyon jók, amit a szervezet, egy ilyen micellák, foszfolipid micellák vannak, amik elősegítik ezeknek az anyagoknak a felszívódását. De természetesen ez mindenhova megy, nem csak a bőrbe. Tehát ezért sokkal koncentráltabban tudjuk adagolni a bőrbe, hogyha ezekkel a micellákba ágyalszuk és felszívódik onnan. Mert vigyázni kell, mert hogyha csak a bőr felszínén van, akkor nagyon erősen adszorbálja a vizet, lehet, hogy kivonja a bőrből a vizet. Tehát nekünk azt mélyebbre kell adni, nem lehet csak a bőr felszínén, mert akkor még rosszabbul járunk.